Köszöntjük a videoblog nézőit a Sátoraljóújhelyi Várhegyről. Megkezdtük az idei ásatási szezont, amely sorrendben már a 15. 2007-ben kezdtük meg ugyanis a Várhegy régészeti kutatását. Nagyon sok minden változott ebben a 15 évben. Nekem jóval kevesebb hajam lett, viszont a várból sokkal több látszik, mint 15 évvel ezelőtt. És az idei évben azon leszünk, hogy még több látszódjon. A régészeti feltárás több helyszínen zajlik. Itt a déli területen a nyugat-keleti helyiségsor vagy palotaszárny keleti területén, a korábban már feltárt ciszterna környezetében kezdtük meg a régészeti ásatást. A ciszternát magában foglaló helyiség déli falának egy szakaszát tártuk fel az elmúlt héten, illetve a hozzátartozó eredeti sziklafelszín egy részletét tisztítottuk meg, most pedig a ciszternától keletre egészen a plató peremén futó külső várfal területeig bővítjük a kutatási területet, itt még a várfalig egy újabb helyiséget sejtünk, és ennek a rétegbontását egy metszet mentén kezdtük meg ezen a héten. Az északi várrészen is halad a régészeti bontómunka, a tavalyi évben már dokumentált, rajzolt, fotózott metszetfalaknak a rétegbontásával nagyobb összefüggő területeket tisztítunk meg ezen a várrészen. Elkezdődött a turisztikai fejlesztésnek az első igazán látványos lépése, a várfalak fölött lévő kilátósétány szerkezetépítése. Ennek a terveit a tavaly évben publikáltuk, meglehetősen nagy vihart kavart a közösségi médiába ez a tervanyag. Mindenesetre mindenkinek köszönjük a véleményét, aki elmondta, akár támogató, akár ellenző véleményt fogalmazott meg, és mindezt kulturált formában tette. Aki kevésbé kulturált formában fogalmaztak véleményt, vagy idekeverték a politikát, netán mindenféle korrupciós ügyeket emlegettek, azoknak pedig lelki megnyugvást kívánunk. Ez egy nagyon látványos fejlesztés, ami bizonyára még további vitákat fog generálni, de én azt gondolom, amit eddig is gondoltam, hogy várjuk ki ennek a végét. Minden esetre most már ez egy látványos ütembe fordult ez a dolog, és minden héten beszámolunk majd ezekről a fejleményekről is. Tovább folytatódik a falaknak a állagvédelme, a törtkő falazás valamennyi eddig feltárt épületrésznél, részben a projekthez, a turisztikai projekthez kapcsolódóan, részben pedig állagmegúvó restaurátori céllal. Az idei évben reményeink szerint a tavalyihoz hasonló léptékű, nagyjából 350-400 köbméternyi törtkő falazatnak az elkészítésére nyílik majd lehetőség, tehát a párhuzamosan a régészeti feltárással rendben is folyamatosan tud haladni ezeknek a falaknak a helyreállítása is. Köszönjük, hogy idén is velünk tartanak, várjuk Önöket jövő héten is!